tudomásiban régi hagyományai vannak a zenekultúrának. A rendszeres, hangszeres oktatás már az 1950-es évek végén elkezdődött a kultúrotthon keretein belül. A zenét tanulni vágyok eleinte magánúton sajátíthatták el a zongorázás alapjait a zenetanárok munkaközösségének vezetésével. Fúvós hangszereken pedig az úttörő zenekarban tanulhattak a gyerekek. A munkaközösségből 1970-ben állami zeneiskola lett. Így Tamásiban több mint fél évszázados múltja van már a zenei oktatásnak. Tamási zeneoktatás kezdeteinek az 50. jubileumát ünnepeljük, illetve hát, hogyha pontosítanom kell, akkor ünnepeltük 2020-ban, ugyanis a gyökerek azok 1970-ben kezdődtek, viszont ugye a covidos időszak nem engedte meg sajnos, hogy nagyobb kaliberű rendezvényeket tartsunk, aztán ugye ez eltartott egy-két évig, és akkor most így 2023-ra gondoltuk azt, hogy talán most már nem jön közben semmi, úgyhogy ennek kapcsán hát csináltunk ebben a naptári évben egy esemény vagy koncert sorozatot, aminek most vagyunk az első állomásán. Mert hogy 2023-ban számos zenei programmal ünnepli az intézmény a jeles évfordulót. A mai nap a kezdő napunk, a délelőtt folyamán már volt egy zenei vetélkedő a jelenlegi zeneiskolás növendékeinek a művelődési központban, szerintem nagyon jó hangulatba telt, és akkor most délután készültünk egy hangversenyen, ahol jelenlegi növendékeink vesznek részt, illetve lesz olyan műsorszám is, ahol szülő-gyermek fog együtt játszani, úgyhogy ez mindenféleképpen egy különleges koncert lesz ilyen szempontból. Aztán a holnapi napon délután a művelődési központ konferenciaterében lesz egy olyan hangverseny, ahol a volt növendékeink lépnek fel, akik a zenei pályán maradtak, és a mai napig őzik ezt a csodálatos szakmát. Ősszel ismét felmelegítjük ezt a jubileumi rendezvénysorozatot, akkor lesz szeptember 29-én egy tanári hangversenyünk, ahol a jelenlegi pedagógusaink fognak fellépni. Aztán novemberben lesz egy olyan hangverseny, ahol megint csak a volt növendékeink lépnek fel, viszont már a Tamási Koncert fúvó zenekar kíséretében, tehát ott szólódarabokat fognak hallani a kedves hallgatók a zenekari kísérettel, és akkor az egész jubileumi rendezvény sorozatot majd december 22-én zárjuk le egy adventi hangversennyel. Ennek az eseménynek pedig remélhetőleg a megújult Tamási Katolikus templom ad majd helyszínt. A jeles ünnep első eseményére viszont az AMI épületében található hangversenyteremben került sor, ahol az izguló szülők, nagyszülők megtöltötték a termet. A családok örömmel vették ki részüket a koncertből, sokszor a gyerekek bátorították apukát, anyukát, hogy ne izguljon a fellépés előtt. Hogy az élet minden területét, így a zenei oktatást is befolyásolja az évek múlása. Hogyha megnézzük a kezdeteket, illetve a gyökereket, vagy esetleg a pedagógus létszámot, ugye minden kezdet nehéz, tehát eleve nehéz volt elindítani azt, hogy legyen valamilyen fajta zeneoktatás. Ugye ez azért a 70-es években még nem volt annyira egyszerű, de az a lényeg, hogy elindult, és aztán ahogy fejlődött az egész oktatás kultúra, nagyon sok változáson ment menet közben végbe az egész oktatási rendszer. Volt, hogy beolvadt a zeneoktatás az általános iskolába, úgy, ahogy most is van, aztán külön vált, de az a lényeg, hogy egy folyamatos fejlődésen ment keresztül. Tehát zenét kedvelő szülő és diák mindig leszünk.